Az Erős Lajos Református Általános Iskola Ki, miben erős? Erősét 2020 című projektje a digitális témahét pályázatán intézményi kategóriában országos első helyezést ért el. A fődíj pedig 400 ezer forint értékű digitális taneszköz. A pályázatról, a digitális témahétről Bíróné Szabó Brigitta intézményvezető helyettest kérdeztük, aki örömmel számolt be a projektről. A digitális témahét kezdeményezés 5 éve indult, idén jubilált, hiszen 5. alkalommal lehetett csatlakozni ez a kezdeményezéshez, és a mi iskolánk is már a kezdetektől fogva mindig is résztvevője volt ennek a programsorozatnak. Azt kell mondjam, hogy mi is egy hosszú utat jártunk be a tantestülettel, a tanulókkal, a szülőkkel együtt, hiszen minden évben egy témakörét csoportosítva igyekeztünk a gyerekek digitális képességeit is fejleszteni, és a tanulási folyamataikat segíteni a technológia által. Tehát egy nagyon összetett folyamat áll a digitális témahét hátterében, és annak hátterében, hogy most odáig jutottunk, hogy elnyerhettük a legjobb intézményi pályázat fődíját. Nagyon nagy öröm ez számunkra, hiszen nem sejtettük, hogy ilyen meglepetés ér bennünket július 1-én az online díjátadón. Azt tudtuk, hogy díjazottak vagyunk, de hogy milyen elismerésben részesülünk, azokban az izgalmas percekben derült ki. A projektünk és ennek az évnek az egyik nagy kihívása az mindenképpen a digitális munkarend és a digitális munkarend alatti oktatás volt. És az, hogy ezekben a távoktatásban töltött napokban, hetekben is tudtunk projektet megvalósítani, ez már egy óriási lépés. Tehát az idevezető út mindenképpen megint csak azt tudom mondani, hogy az elmúlt évek és az elmúlt hetek, hónapok is benne vannak, hiszen kellett, hogy a kollégák, a tanulók, a szülők mind-mind odaadással, lelkesedéssel és maximális odafigyeléssel legyenek egymásra. És éppen a projektünk címe is ezt bizonyítja, Ki miben erős? Erős hét, mert lehetőséget igyekeztünk teremteni arra, hogy mind a gyerekek, mind a kollégák meg tudják ezt mutatni. Hogy igen, a tantestület is erős abban, hogy össze tudunk fogni, nem csak az ilyen váratlan helyzetekben, hanem a hagyományos oktatás keretei között is egy nagyon jó együttműködés van a kollégák között, és ugyanakkor együttműködésre van szükség a tanulók és a szülőkkel is. Tehát ez a projekt és ez a témahét nem jöhetett volna létre, ha nincs ez a fajta összefogás ebben az erős közösségben. A járványhelyzet miatti távolság ellenére hatalmas lelkesedéssel és összefogással dolgoztak a gyerekek a témahéten. És azok a változatos tevékenységek, amiket kínáltunk a tanulók számára, lehetőséget adtak arra, hogy megmutathassák, hogy miben tehetségesek. Áprilisban, májusban, amikor nem léphették át a gyerekek az iskola kapuját, nem lehettek itt, elmaradt az erős gála, elmaradt az erős nap, ami egyébként is az iskolai közösségről, a gyerekek tehetségének megmutatásáról szólna. De így, hogy digitálisan is meg tudták ezt tenni, azt láttuk, hogy hatalmas erő, lelkesedés és aktivitás volt a gyerekekben, hogy a mindennapok kihívása mellett még tudtak erre figyelni, és a tanulási folyamatokat otthon, a szülő által támogatva, de a pedagógus által vezetve tudták ezeket a projektfeladatokat is elvégezni. Úgyhogy egy nagyon nagy öröm és hála van a szívünkben, hogy ezt így közösen tudtuk megvalósítani, és ezt nem csak mi éreztük, hogy ebben egy hatalmas erő van, hanem a szakmai zsűri is, aki elbírálta a pályázatokat. A digitális témahetet idén nem márciusban, hanem májusban rendezték meg, majd elkészült a pályázati anyag is. A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ felhívására küldtük be ezt a pályázati anyagot, tehát bármelyik iskola regisztrálhat a digitális témahét oldalán az országból, és részt vehet ezen a témahéten, ami egyébként márciusban lett volna hivatalosan, de ugye a járványhelyzetre való tekintettel egészen május végéig meg lehetett valósítani a projekteket. Mi sem márciusban érthető módon, hanem ezt később valósítottuk meg. És nagyon fontos volt, hogy miután megvalósult a projekt, akkor egy pályázati dokumentáció is elkészült, tehát nem csak a kiállítást rendeztük meg a gyerekek által elkészített alkotásokból, tevékenységekből, videókból, kisfilmekből, hanem összeállt az a pályázati anyag, amit be tudtunk nyújtani a felhívásra. Több kategóriában díjazták a pedagógusokat, iskolákat, a mi kategóriánk, mi az intézményi
pályázati kategóriába nyújtottuk be, és ismét csak mondani tudom, hogy hatalmas öröm, hogy a fődíjat és az első helyezés sikerült ezzel a projekttel elérni. Kiemelték a pályázat értékelése során, hogy nagyon fontosnak látták azt, hogy a közösséghez való tartozást és a távoktatás idején is a kreatív alkotó tevékenységet, az iskolához való kötődést és a tanulási folyamat támogatását tudtuk előtérbe helyezni, úgyhogy örülünk, hogy ezt a külső szemlélők is így látták. Természetesen a díjátadót sem a hagyományos módon rendezték meg, hanem online formában voltak jelen az érintettek. A pályázat díjátadó ünnepsége is rendhagyó módon zajlott, hiszen online eseményt szerveztek, és a résztvevők a Teams alkalmazásban tudtak bekapcsolódni, illetve a közönség is követhette ezt az izgalmas eseményt. Mi is többen a kollégákkal együtt vártuk ezeket a perceket, hiszen ezen a napon július 1-én tudtuk meg, hogy milyen eredményt ért el az Erős Hét pályázata. Egy nagyon izgalmas eseménysorozat volt, hiszen nagyon sok díjazott és sok-sok résztvevő intézmény közül várhattuk az eredményeket, és a díjátadót követően pedig egy mini konferencián röviden bemutatkozhatott a projektünk, illetve valamennyi díjazott projekt, tehát egy 3 perces kis videóban mutathattuk be a projekt főbb elemeit. Nehéz volt 3 percben összefoglalni, hiszen nagyon sok aktivitás, nagyon sok tevékenység, az előkészületek, az értékelés, a visszajelzések, tehát nagyon sok szelete van ennek a hétnek, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy az érdeklődők látogassanak el az iskolánk honlapjára, hiszen ott a pályázatról, a tevékenységekről, a felhívásokról sok-sok információt és nagyon sok érdekes kreatív alkotást találnak. S hogy miről is szólt az Erős Hét? A már említett kisfilmből bepillantást nyerhetünk a változatos, kreatív feladatokba. A beküldött projektek elbírálását egy szakmai zsűri végezte el, szigorú értékelési szempontok alapján.
A pályázatok elbírálását a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által felkért szakmai zsűri végezte, és a főbb értékelési szempontok az alábbiak voltak, például a projektpedagógiai elvek érvényesülése, a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése hogyan jelenik meg a projektben, hogyan használjuk a korszerű digitális technológiát, mennyire illeszkedik a projektünk a NAT-hoz és a kerettantervekhez, az eredetiség, az újszerűség, a szakmai tartalom és a dokumentáció részletessége is a főbb szempontok között szerepelt. Mi is nagyon fontosnak tartottuk, hogy a témahét megrendezése után ez a projekt dokumentáció elkészüljön és fölkerüljön a honlapra, és ezután vártuk izgatottan a díjátadót. A szakmai zsűri döntése alapján az Erős Hét idén a legjobb intézményi projektnek bizonyult az országban, és ez óriási siker számunkra, illetve a résztvevők számára. A kategóriában így a fődíjat, az első helyezést értük el, a díja nyeremény pedig 400 ezer forint értékű digitális taneszköz, amelyet mi választhatunk ki, tehát szabadon választhatunk ilyen összegben a digitális oktatási eszközök közül. Szeretném megköszönni valamennyi kollégámnak, az erős diákoknak és az őket támogató szülőknek, hogy a projekt felhívásaiban aktívan részt vettek, és sokszor tényleg erőn felül, de mégis jókedvűen végezték ezeket a tevékenységeket, amelyekkel nagyon sokat tanultunk. Azok a kreatív alkotások, az a támogatás és a biztatás, ami megvolt ebben a közösségben, mind-mind hozzájárult és hozzájárulhatott a projekt sikeréhez. Úgyhogy köszönjük szépen!